Folytatva utunkat meglátogattuk újdonsült barátainkat Székely udvarhelyen, a Székelyföldi stúdióban, ahol bevezettek minket az élőadás kulisszatitkaiba. Reggeli teánkat már Csíkszentsimonban helyi borvízzel kísérve ihattuk, miközben Felvinci István, a Szent László gyermekotthon vezetője méltán büszkén mutatta be fiataljaink kameráinak az otthonban élő keze alatt szépülő gyermekvédelmi központot és a hozzátartozó gyakorló lovardát és autószerelő műhelyt. Ezután Csaba testvér a vizenjárás művészetére tanított minket, igaz, a Szent Anna tóvize be volt fagyva. A helyszínre csúszva, mászva érkeztünk. A friss levegőn megéhezett gyereksereget Kolozsvári Tibor, a Tusnádfürdői Szent László gyermekvédelmi otthon vezetője látta be.